Szeretettel üdvözlöm kedves nagyon köszönöm, nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal eljöttek ezen az első igazán télies napon. Korán jöttünk, reméljük, hogy lesz még enyhülés, azt mondják. Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm vendégünket. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat Csányi Vilmos, biológus, biokémikus, ekológus, egyetemi tanár, író. Bocsánat, muszáj volt még nekem is egy kicsit csúgni magamnak, mert ilyen sokféle oldaláról ismerjük, és most még jobban és még közelebbről megismerhetjük Bánhidi tanár úr kérdései, beszélgetés, vezetése segítségével. És igen, itt vannak. Azt szeretném még mondani előtte is, hogy a helyi könyvesboltnak hála, a professzor úr könyvei hátul megvásárolhatók, megnézhető megvásárolhatók, és ha esetleg arra kerül a sor, akkor gondolom szívesen dedikális. Köszönöm szépen, és akkor átadom a szót. Köszönöm szépen, jó esélyt kívánok, tiszteltel köszönhetem mégis valamennyiünket, és külön nagy tisztelettel és köszönettel fogadjuk Csányi Vilmos professzor urat, aki ennek az zöld időjárásnak ellenére elfogadta a meghívásunkat, és önöket is külön köszöntjük, hogy elfáradtak ide. Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen nagy az érdeklődés a professzor úr munkássága iránt, akit személy szerint is azt kell mondjam, hogy rendkívül nagy élmény, hogy itt köszönhetek a vendégeink sorában. Egyszerűen azért, mert ahogy igazgatónő is említette, már csak ha a foglalkozásainak, a titulusainak a sorát nézzük, akkor is már zavarba ejtő bőséggel találkozik az ember, arról nem is beszélve, ami igazából a személyes, talán picit egyoldalú, de mégis a személyes része ennek a dolognak, hiszen kicsi gyermekkorunk óta, fiatalkorunk óta, a tévén keresztül és egyéb munkáink keresztül folyamatosan hallhattuk professzor úrnak azokat az előadásait, azokat a publikációit ismerhettük, amelyeken keresztül, hosszú évtizedeken keresztül bővítette az ismereteinket, illetve tájékoztatta az ő kutatási eredményéről, kutatási területeiről az érdeklődőket, és ami szerintem még egy rendkívül fontos tulajdonsága, és engedje meg professzor úr, hogy egy ilyen felütéssel kezdem, hogy egy rendkívül színes egyéniséggel találkozunk itt ma este, egyszerűen azért, mert itt a biokémiától kezdve az etológián át egészen a szépirodalomig szerintem már is minden szóba fog kerülni. Köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadta a meghívásunkat, és akkor kezdjük is egy olyan kérdéssel, hogy hogyan is indult ez az életpálya, professzor úr? Miért döntött amellett, hogy ön a természettudományok mellett fogja leélni az életét? Erre nagyon nehéz válaszolni, kíváncsi vagyok azért. Tehát alapvető összönös kíváncsiság volt az, ami... Igen. Na de hát a kíváncsiság az nagyon sok irányba hathat. Miért pont a biológia, a biokémia irányba? Volt valami különös indítatás, vagy affinitás, vagy volt valami meghatározó élmény? Semmi különös nem volt. Hát az ember, én azt természetesnek tartom, hogyha az ember kíváncsi, akkor ugye az iskolán keresztül a természettudományok fele kezd orientálódni, és érdekli a kémia, a biológia, a matematika, ilyesmi. És akkor, amikor ez önben megfogalmazódott, és elhatározta, hogy akkor valóban a természettudományok mentén fog haladni, mi volt az az irány, amin, hiszen a természettudományok is ugyebár egy rendkívül tág és rendkívül bőséges kutatási területre lehetőséget adó tudomány tár, Hogy azon az irányon indult el, ami végül is az életét meghatározta. Na most bocsánatot kérek, hogy így, hogy is mondjam, cikizem a nagyon kedves társat ebben a beszélgetésben, de hát az ember ugye 8-10 éves korában még nem határozza el, hogy valamilyen irányba megy, hanem kíváncsi és érdeklődik különböző dolgok iránt, aztán én vegyipari technikumba kerültem, vegyésztechnikus lettem, aztán onnan megint különösebben nagy elhatározások nélkül a 5-ös Loránd Tudományi Egyetem kutató vegyész szakára mentem vegyésznek, aztán amikor végeztem, akkor valahol állás kellett, egy darabig a kínóimban dolgoztam, aztán elmentem biokémikusnak. Attól kezdve már mondjuk lehet beszélni, hogy az ember kezdi tudatosan megélni azt, hogy milyen irányba megy, vagy miért.
Igen, tehát azért ez egy, így elmondva, különösen így mondatban, hogy bőgő módon belefért, hogy igazából mik is voltak az első, a kezdeti tapasztalati évek, és hát igazából innentől kezdve, tehát az egyetem elvégzése után kezdődik a tudományos kutatói pálya és tevékenysége, ami igazából már talán mindenünk számára ismert, és itt nem csak ugyebár a magyarországi kutatásokról, hanem itt a külföldi amerikai tanulmányutakról is szólhatunk és beszélhetünk. Az etika, illetve az etológia tudománya mennyire volt elterjedt Magyarországon abban az időben? Mennyire volt egyedi dolog mondjuk az, hogy ön ezzel kezdett foglalkozni? Hát ugye ez a 70-es évek közepe, 73-ban kapott Konrád Lorenz Nobel-díjat, és akkor lett ismert az, hogy egyáltalán van egy ilyen tudomány, ez egy nagyon friss valami volt. És hát különböző okok miatt én a biokémiát abba akartam hagyni, és aztán kellett választanom egy olyan területet, amivel még tovább lehet dolgozni, és miután abban az időben éppen nem volt elég pénz a tudományra, egy olyan tudományt kerestem, ami azért engem érdekel, és amihez nem kell túlságosan sok pénz. Legalábbis azokban az években úgy tűnt, hogy ez az etológia, aztán 10-15 év múlva kiderült, hogy ehhez is nagyon sok pénz kell minden más tudományhoz, de akkor ez egy jó választásnak tűnt. És igazából, mivel említette, hogy ez egy aránylag új stúdium volt, vagy legalábbis egy olyan, a tudománytudatnak egy olyan kevésbé ismert ágazata, ami abban az időben nem volt kifejezetten népszerű, vagy nem volt annyira populáris, mégis igazából eléggé hamar sikeres lett, hiszen egyrészt részben és ebben szerintem az ön személye is jelen volt, hogy ön, aki lényegében a tudományos munkássága mellett folyamatosan népneveléssel is foglalkozott, hiszen előadások során, televízió műsorok során készítette, vagy ezekben lehetett ön szerepeltetni, egy olyan tudományterületet ismerhetett meg ezáltal a közvélemény, ami szerintem egyrészt mindenki számára eléggé hamar érthetővé vált, illetve nagyon-nagyon komoly, nagyon-nagyon hamar népszerűvé is vált. Tehát annak ellenére, hogy ez egy új tudományág volt, úgy gondolom, hogy mégis egy eléggé sikeres profil mellett kezdett el haladni. Ön mikor érezte azt, hogy igazából ez egy olyan terület, ami nagyon-nagyon sok ember számára érdekes lehet, és ezen sok embert lehet mondjuk a tudomány számára meggyőzni? Én mindig azt gondoltam, hogy amit én csinálok, azt sok embert érdekli, úgyhogy ez így külön nem merült föl, mert amikor biokémikus voltam, és a DNS-sel foglalkoztam, akkor csak azt gondoltam, hogy ez mindenkit érdekel. Tehát ez nem volt nekem egy különös dolog, de én azt hiszem, hogy az a talán a magyarázata, hogy az emberek egyrészt szeretik az állatokat, vagy legalábbis a legtöbb ember tart esetleg otthon egy macskát, kutyát, vagy valamit, és érdekli, hogy ez hogyan viselkedik, és miért olyan, amilyen. Tehát ez egy eleve adott dolog. Másrészt ugye a etológiában a humán etológia is megjelent, tehát az emberi viselkedésről is tud a etológia különböző dolgokat mondani, és hát miután mindenki törődik magával, nyilvánvaló, hogy mindenkit érdekel az, hogy miért olyan, amilyen, és hogyha humán etológiát olvas, vagy hall erre vonatkozó előadásokat, akkor kap válaszokat. Ön melyik részeket kedvelte jobban, az állatokra vonatkozó etológiai kérdéseket, vagy a humán etológiát, vagy a kettő összefüggését? Ezek egymás után következnek, tehát ezek összefüggnek egymással. Ugye mi halakkal kezdtünk dolgozni, mert azokkal lehetett jó genetikai kísérleteket csinálni. Aztán egy néhány év múlva átértünk a kutyákra, akkor már engem a humán etológia érdekelt, és úgy tűnt, hogy a kutya az egy jó modellje az embernek, tehát sok olyan tulajdonsága van, ami csak az embernek van meg, és ezért alkalmas arra, hogy olyan kérdéseket, amelyeket emberen nagyon nehéz vizsgálni, vagy nem is lehet, azt a kutya segítségével megtehetjük. És hát ez ugye egy darabig nehezen ment, mert a tudományban nem volt ilyen terület, és úgy gondolták, hogy a
kutyákkal nem lehet etológiát csinálni, mert hiszen az egy házi állat, és az különbözik a többi állattól, és egyáltalán soha senki nem csinált kutyaetológiát. És a mi első 10 évünk az egy ilyen reménytelen küzdelem volt, hogy a szakmával elfogadtassuk azt, hogy ez az állat különleges, ez az állat gondolkodik, ez az állat spekulál, megér dolgokat, tehát egy csomó olyan tulajdonsága van, ami valóban megkülönbözteti a többi állattól, de éppen ezért érdekes, sőt, sokkal jobban érdekes, mint a többi. Egy olyan 10-15 év kellett, hogy elterjen, amíg aztán a szakma ezt elfogadta, és akkor valamikor 2009-ben jelent meg a Science-ben, az a legnagyobb amerikai tudományos folyóirat, egy 4 oldalas interjú a tanszékünkkel, amiben ennek a története benne volt, és ennek az egyik kísérő cikke ennek az interjúnak két német tollából azt a címet viselte, hogy a kutyák szőrös gyerekek. Ugye én ezt 15 éve mondogattam, akkor már csak az elején nem hitték el, és most már ezt úgy nagyjából elhiszik, úgyhogy az én utolsó könyvem az pontosan ezt a címet viseli, hogy a kutyák szőrös gyerekek. Körülbelül egy ilyen 3 éves gyerek, tehát nem beszélő, de gondolkodó gyerek színvonalán van az a kutya, akivel sokat foglalkoznak, és hát ez ma már azért úgy elfogadottam. Említett, hogy ez egy teljesen úttörő kutatás volt, illetve egy úttörő kijelentések voltak azok a megállapítások, amiket önök tettek. Azt hadd kérdezem meg, hogy az ön véleménye szerint, illetve hát ön, aki ismerte az akkori társadalmat, mondjuk az a kutyákról, az állatokról alkotott társadalmi felfogást, és nagyjából ismeri a mai életet, az, hogy mennyiben hatottak egyáltalán ezek a megállapításaik a társadalmon belül, vagy a társadalomra, az emberek és a kutyák közötti attitűdre? Én azt gondolom, hogy valamennyire hatott. Ugye abban az időben, amikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, akkor most a tudományon belül az a nézet uralkodott, hogy ugye a gondolkodni csak az ember gondolkodik, és az állatok egyáltalán nem, kutyák se, hanem ezek ilyen reflex masinák, tehát be lehet őket tanítani erre-arra, és azt nagyon ügyesen megcsinálják, de ez csak egyfajta kondicionálás, és nem különösebben érdekes. De hát ugye ez egy régi öreg hiba volt. Annak idején az ember babáiról a éppen megszületett, mondjuk fél éves korig a csecsemőkről is azt gondolták, hogy csak ilyen reflexmasinák. Például nem, ha valami apró műtétet kellett rajtuk végezni, akkor még 20-30 évvel ezelőtt fájdalomcsillapítás nélkül végezték, mert hát ha sír, az akkor vokalizál, sír, de hát nem tud magáról, meg nem gondolkodik, gondolták, és minden különösebb gondolkodás nélkül fájdalomcsillapítást nem alkalmaztak. Ugye ma ez már egy fölháborító dolog. És aztán ugye a társadalomban ezek a dolgok átkerülnek, tehát az emberek nagy része, kivéve akinek volt kutyája, és azt nem egy láncon tartotta, tehát a többség azt gondolta, hogy jó, hát a kutya egy állat, semmi különös, olyan, mint a többi, a tudósok azt mondják, hogy ez egy reflexgép, tehát akkor nyilván nem gondolkodik. És az a néhány ember, aki foglalkozott a saját kutyájával, és mindenféle izgalmas történeteket mesélt, hát ugye azt megmosolyogták, hogy hát igen, ezek ilyen antropomorf mesék, beleképzeljük azt, hogy a kutya gondolkodik, vagy kitalál valamit, vagy előre tervez valamit, és hát ez csak ilyen laikus dolog. És hát ugye pontosan ez volt a mi munkánk legnagyobb nehézsége, hogy ezzel a széles körben elfogadott nézettel szembe kellett bizonyítani azt lépésről lépésre, és nagyon aprólékosan, hogy nem csak reflexek vannak, a kutyák tényleg
figyelnek ránk, megértenek dolgokat, spekulálnak, azon is gondolkodnak, hogy mi mit tudunk valamiről, tehát ezt lehet bizonyítani, hogy egy kutya gondolkodik azon, hogy a gazdája vajon ezt vagy azt tudja. És hát ezek a tudományt is emberek művelik, 10 év legalább, amíg egy ilyen, ha tisztességesen bizonyítva van egy ilyen új gondolat, az elterjed. Ez ma sem azt jelenti, hogy mindenki, aki viselkedéssel foglalkozik, a 100% ezt elfogadja, de most már igen nagy része a kutatóknak elfogadja, és hát sok van, vagy 20 egy néhány laboratórium a világban, ahol ugyanazokat a módszereket használják, amiket mi kifejlesztettünk, és hát nagy kutyás cikkezés folyik, tehát valami egészen más világ lett. És én azt gondolom, hogy ugye Magyarországon, ahol Európában talán a legtöbb kutya van, már egy lakósra számolva, meg kb. 2 millió kutya van Magyarországon, hogy itt is nagyon lassan, de változik a kutyákhoz való viszony. Tehát én emlékszem, amikor a állatvédők 20 évvel ezelőtt próbálkoztak állatvédelmi törvényt egy kicsit megjavítani, ez hihetetlenül nehéz volt, mert mindenki mondta, miért kéne, hát ez is egy állat, ugyanolyan, mint a többi. Nem egészen értették, hogy miért kellene több védelmet adni a kutyának, mint egy más állatnak. És aztán ugye, amikor módosítani kellett az állatvédelmi törvényt, vagy 15 évvel ezelőtt is közzétettünk egy ilyen felhívást, hogy küldjenek leveleket, hogy ezzel tudjuk támogatni a módosítást, akkor jött nem több, mint 10 000 levél. Aztán egy 5-6 évvel ezelőtt, amikor két szörnyűséges fiatalember egy autó után kötött egy kutyát, és hurcolázták körbe-körbe, amíg teljesen tönkrement az állat, de még élt, aztán megmentették, feljelentették őket, és akkor megint módosítani kellett az állatvédelmi törvényt, és akkor 200 000 aláírást tudtunk az akkori parlamenthez küldeni, és ez mutatja, hogy változik az emberek elképzelése arról, hogy mi van. Tehát ezek lassú társadalmi folyamatok. Tehát én azt gondolom, hogy még további 20-30 év kell ahhoz, hogy a kutyáról mindenki tudja, hogy ez nem csak az ember legjobb barátja, hanem egy gondolkodó lény, aki sok mindent megért, és olyan módon kell vele bánni, ahogy egy 2-3 éves gyerekkel szoktuk. Hogyha mondjuk megnézzük a háziasított állatoknak az evolúcióját, tehát azt, hogy mondjuk a domestikáció során hogyan, milyen idő után, milyen folyamatokon keresztül történt a különböző ma házi állatnak nevezett állatoknak a háziasítása, akkor ugye már azt látjuk, és ez egy klasszikus most már közhely, hogy a kutya volt az, amelyik legelőször az ember barátja lett, ahogy a professzor úr is említette. Tehát a legrégebb idők óta, évezredek óta társa lett az embernek. Ez milyen hatással van, illetve milyen hatással lehet az emberre, tehát az emberre, mint egyénre, az ember életére, az ember pszichikai fejlődésére? Milyen hatással van mondjuk egy gyermek nevelése szempontjából, hogyha fiatalkorától kezdve a családon belül van a családban egy kutya, vagy az, hogyha valaki mondjuk fiatalabb vagy idősebb felnőtt korában dönt úgy, hogy egy kutyát szeretne mondjuk tartani, mennyiben változhatja ez az embernek meg az életét? Most nem a hétköznapi dolgokra gondolok, hogy etetnék-e, stb. Világos. A pszichéjét. No, bontsuk két részre a kérdést. Ugye, tehát az, hogy több 10 000 éve nálunk van a kutya, valószínűleg egy olyan 100-120 000 éve egyébként, az azt jelenti, hogy bőségesen volt ideje arra, hogy alkalmazkodjon az emberhez. Tehát ugye, hogyha valaki
célzottan szelektál a generáció között, és valamilyen kívánatos tulajdonságot akar egy növénybe vagy állatba kiépíteni, akkor néhány tíz generáció alatt már jól észrevehető eredményt lehet elérni. Hogyha néhány ezer generáció van, akkor ha nem tudatos ez a válogatás, hanem csak az, hogy itt meg kell neki élni, tehát aki nagyon agresszív, azt nagyon csapják, hogy elzavarják. Aki valamit jobban megért, mint a többi, azt szeretik, annak a kölykeit szívesebben megtartják. Tehát ha ilyen apró, pici lépésekbe működik a szelekció, hát akkor néhány tíz generáció nem elég, akkor néhány száz vagy néhány ezer kell, és akkor egy olyan, olyan lény változik, akiről itt szó van, aki hát sok mindenre képes. Tehát mondjuk, hogy az emberrel hasonlítsam egy pillanatra össze, ugye az ember genetikai hátterében megtalálhatók azok a gének, amelyek alkalmassá teszik a kultúrára. De ez nem azt jelenti, hogy egy bizonyos fajta kultúrával jön valaki a világra, hanem hogy bármilyen kultúrát elfogad, ha abba beleszületik. Vagyis az a képesség, hogy valamilyen kultúrát majd felszedjen, valamilyen nyelvet megtanuljon, az egy genetikai örökség. Ugyanígy a kutyánál az, hogy alkalmazkodjon az emberhez, hogy beilleszkedjen, ehhez szükséges genetikai változások megtörténtek, aztán, hogy most ahova be kell illeszkedni, az egy pásztornak a nyája, vagy egy pesti lakás a hatodik emeleten, ugye ez egy esetlegesség. A lényeg az, hogy a beilleszkedés képessége megvan. Tehát mondjuk ilyen lakásba tartott kutyákról, ha valaki megpróbált már farkast tartani otthon, én ismerek ilyen embert, hát annak a lakása borzalmas, ugye minden rés el van ilyen deszka darabokkal zárva, minden össze van rágva, borzalmasan néz ki. Ha az ember kutyát tart, akkor anélkül, hogy ezt különösebben kéne magyarázni, vagy büntetni, vagy jutalmazni, a kutyák megtanulják, hogy egy lakásba a bútorokat, a bútorokon lévő tárgyakat nem szabad mondan elmozdítani, és egyszer, mikor az ember észrevesz, hogy már egy éve van itt a kutya, és még nem tört össze semmit. Ha valami összetört, mert játszottunk, az azért volt, mert én rosszul dobtam a labdát, vagy meglöktem valamit. De ők nagyon vigyáznak rá, noha senki nem kényszerítette erre őket, hanem ez egy olyan adottság, ami abból származik, hogy nagyon figyelik az embert, és igyekeznek utánozni. Tehát az egyik legfeltűnőbb megfigyelésünk az volt, hogy ugye régen keresnek olyan állatokat, amelyek képesek egymást utánozni. És ugye hát mondjuk, hogy majmolnak, de hát igazából a majmok csak az anyjukat, vagy a csapat főnökét majmolják, és egymást sokkal kisebb arányban. Ugye az ember az, aki sokféle társtól hajlandó valamit tanulni, és nem csak a főnökétől, vagy a mamájától. És ugye kiderült, hogy a kutyák ebben nagyon jók, csak nincs kezük, és ezért nem olyan feltűnő. De hogyha megfelelő kísérleteket végez az ember, akkor lehet bizonyítani, hogy egy kutyát nagyon könnyű, egy hét alatt meg lehet arra tanítani, hogy mutatok egy olyan mozdulatot, amit ő is el tud végezni, és azt mondom neki, hogy csináld, amit én, akkor utána megcsinálja. Ezt eddig csak csimpánzokkal, delfinekkel lehetett elérni, és azokat hát 3-4 hónapig kell erre tanítani. Nagyon komoly, több naponta többször jutalommal végzett ilyen trenírozási műveletekkel, és akkor 2-3 hónap múlva nagy nehezen megértik, hogy valami utánzásról van szó, és akkor elkezdik az embert utánozni. Egy kutya ezt 2-3 nap alatt megérti. Persze, hát nincs keze, ezért olyan feladatot kell adni, amit
ő is végre tud hajtani, és akkor kiderül, hogy ezt nagyon szívesen csinálja, tehát nagyon gyorsan megérti, és szívesen csinálja. Úgyhogy ilyenek. És akkor a kérdés második fele, ahogy lenyújt, hogy... Ja igen, bocsánat, azt meg közben elfelejtettem. Hát ez attól, ez nagyon függ attól, hogy az illető mit gondol arról, hogy most neki van egy kutyája, ugye? Mert van, akinek lesz egy kutyája, és vesz egy láncot, oda köti a házához, ha van, és azt gondolja, hogy most a feladat az, hogy mindig legyen vize, és naponta egyszer kapjon enni, és ugye akkor a jó gazda kritériumait már meg is találtuk. De hát a kutya ennél sokkal többet tud, ki nem állhatja a láncot, de megszokja. És hogyha az ember a lakásába viszi, akkor rájön, hogy ott valaki van. Tehát nem csak egy állat, aki arra vár csak, hogy enni-inni kapjon, és utána keres magának egy helyet, és lefekszik, és nem csinál semmit, hanem egy érdeklődő, az embert állandóan figyelő, vele együttműködni kívánó, tetre kész, minden pillanatban nézi, hogy lehet-e valamit közösen csinálni. Ugye hát ezek gyerek tulajdonságok. Aki erre figyel, annak megváltozik az élete. Az olyan, mintha egy ilyen szőrös unokát vagy gyereket szerzett volna magának, de figyelni kell rá. Tehát például kutyák kérdeznek. Ugye hát a mi kutyáink mindig reggel megkérdezték, hogy a feleségem valahol ott ül hátul, ő viszi le őket, vagy én. És akkor attól függően, melyikünket kérdezte, ha én mondtam, hogy az Éva visz, akkor engem hagytak békén, ha mondtam, hogy mindjárt megyünk, csak felöltözöm, akkor meg ott lógtak rajtam. Ezt legtöbbször, ha csak nem, lehet, hogy nyilvánvaló, tehát ha én leültem az íróasztalomra dolgozni, és az Éva kezdett öltözni, hát akkor nem kell kérdezni, mert akkor nyilván ő megy. Most, ha az ember nem veszi észre, tehát kérdeznek, és többször nem válaszolunk, akkor leszoknak róla, mert nem erőszakosak. Tehát ezekben a emberrel való kapcsolatokban, azon kívül, hogy enni kell, meg sétálni, és ezért hajlamosak ugye ugatni vagy erőszakoskodni, de egyéb dolgokért nem. Tehát az, hogy játszani lehet, hogy kérdezni lehet, hogy együtt lehet működni, ezek olyan apró dolgok, amelyek, ha adottak, ha az ember társ ebben, akkor azonnal működik, és minden kutya ebben részt vesz, ha pedig elutasítjuk, mert nem válaszolunk, mert nem labdázunk, mert nem adunk az asztalnál egy falatot sem, mert üljön a helyén, állandóan fegyelmezzük, hát akkor ahhoz szokik, és nem lesz belőle, nem jön ki belőle az a tulajdonság, ami hát igazából ilyen gyerekszerűvé teszi. Tehát ez egy kétoldalú dolog, hogy az embernek milyen előfeltevései vannak, és hát nyilván a kutyák között is azért van egy csomó különbség, tehát lehet, hogy olyan kutya, amelyik nagyon jól reagál ezekre a dolgokra, meg lehet olyan is, amelyiket sokkal kevésbé érdekli, ugyanúgy, hogy a gyerekek közt is van érdeklődő, akit le se lehet rázni, és van olyan, aki mit csinál, és nem érdekli. Minél fiatalabb az ember, ugye annál inkább hajlandó ezt a dolgot elhinni és elfogadni, és hát igazából a gyerekek a legjobb partnerek, mert ők még nem vesztették el azt a, hogy is mondjam, azt az érzéküket, hogy a másikra figyeljenek, és apró jelekből lássák, hogy mit kívánnak, vagy mit szeretnének csinálni, és beavatkozzanak, ajánlatokat tegyenek, elfogadjanak hívást, válaszoljanak kérdésre. Én nagyon jó dolognak tartom, ha a gyerekek mellett kutya vagy kutyák is vannak, mert a gyerek megtanulja, hogy hogyan kell valakivel viselkedni, aki neki igazából alárendeltje
aki gyengébb, már abban az értelemben gyengébb, hogy ki van neki szolgáltatva, lehet, hogy erősebb, mert lehet, hogy egy nagy rottweiler, de arról úgy is leszoptatják, hogy harapjon. Tehát egy kiszolgáltatott valaki van, akivel sok mindent szabad csinálni, és van néhány dolog, amit nem. És meg kell tanulni, hogy hogyan tudok kapcsolatban maradni vele, úgy, hogy olyan dolgokat csináljunk, amit én szeretnék, és amitre rá kell vennem, hogy ő is részt vegyen benne. Valamennyire tisztelnem kell a személyiségét, de mégis megpróbálhatom irányítani. Ugye, amikor kikerül a társadalomba, hát akkor ilyen problémákkal fog majd szembenézni, hogy lesznek társai, lesznek domináns gyerekek, vagy ő lesz domináns, és meg kell tanulja, hogy a gyengébbekkel hogyan kell bánni, vagy ő gyenge, és meg kell tanulja, hogy egy dominánssal hogyan kell felvenni a kapcsolatot. Erre nagyon jó előiskola az, ha valakinek van kutyája, és hát természetesen unoka nélküli nagyapák és nagyanyák, azok nagyon rendes unokákhoz jutnak, hogyha egy kutya kerül a családba. A kutya egyébként tud különbséget tenni akkor, amikor neki mondjuk egy felnőtt ember a gazdája, vagy amikor egy gyermek a gazdája? Vagy tud a között különbséget tenni, hogy hogyan viszonyuljon mondjuk egy kisebb gyerekhez, vagy mondjuk egy de nem csak azt mondom, hogy eleve objektív valóságok miatt, hogy egy gyermek alacsonyabb, egy felnőtt magasabb, meg mondjuk mélyebb a hangja, meg határozottabb, hanem tud-e a kutya máshogy viszonyulni a különböző életkorú emberhez? A kutya magát gyereknek gondolja. Tehát verseng, ha erre nem figyelünk, akkor nagyon könnyen rá lehet jönni, hogy a kutyák versengenek a gyerekekkel. Tehát volt egyik kutyánk, a Bukfenc, aki egy nagy bundás, szőrös kutya volt, és sokat nyáron nem szeretett mondjuk az ágyon heverni, mert melegebb volt. De ha jött az unokám, és én lefeküdtem, hogy egy mesét olvassak neki, és az unokám mellém feküdt, akkor természetesen a másik oldalra ő feküdt, mert ugye hát, ha most a gyerekek itt fekszenek, akkor nyilván neki is kell, és ugye melege volt már egy fél óra múlva, de azért szépen türelmesen kivárta a dolog végét. És hát, de hát persze vannak apró kellemetlenségek, mert ha rászóltam az unokámra valamiért, hogy ne csinálja, akkor a második alkalommal már a kutya megkapta. Mert ő tudta, hogy azt nem szabad csinálni, megmondták, a gyerek mégis megcsinálta, és akkor ő kezébe vette a dolgok irányítását. És akkor persze őt kellett megszívni, hogy ugye az unokát nem szabad megharapni, nem. Ez nem harapás, ez csak ez a kis apró kutya fajta büntetés, de nagyon hamar megtanulja, hogy nem szabad bántani. Tehát, hogy de erre tanítani kell azért, mert különben úgy gondolja, hogy a rangsorba valahogy beilleszkedik, és akkor természetesen úgy bánik vele, mint aki vele hozzá nagyon hasonló. És hát, ha az ember nem megfelelően bánik velük, akkor komoly szerencsétlenség is lehet. Ugye biztos felnőttek talán emlékeznek, vagy 15 éve volt, hogy az újságokban hír, hogy egy fiatal házaspárnak született egy babája, és volt egy nagy malamutjuk. És a malamut súlyosan megsértette a babát, aki meghalt. És akkor ezt az újság úgy tálalták, hogy a vadállat ugye megharapta a kutyát, és ez milyen borzalmas, és a dolog tényleg borzalmas, mert a gyerek meghalt. Én viszont találkoztam azzal a rendőr alezredessel véletlenül a rádióba, akihez ez az ügy került, és ő elmondta, hogy hát sajnos egész másképp történt, mint ahogy az újságok írták. Ez egy fiatal házaspár volt, és volt a malamut, aki a mindenünk volt. Imádták, simogatták, játszottak vele, sétáltak, stb. Közben jött a baba, és amikor megjött a baba, akkor kitették a malamutot az erkélyre, és többet nem törődtek vele. Kapott enni, inni, és nem volt szabad neki bejönni a szobába.
Ugye majd elmesélem, hogy ez miért baj így. Az történt, hogy egyszer nyitva felejtették az ajtót, az erki ajtót, és elmentek. És akkor a kutya bejött, nem bántani a babát, hanem még sose látta, nagyon érdekelt, hogy ki az, és megpróbálta a nem tudom, babakocsiból kivenni. Na most hát egy malamut nem tudja, hogy egy emberbabát hogy kell kivenni, rosszul fogta meg, és elbicsaklott a gyerek, és hát nem akkor halt meg, hanem a mentőautóban, amikor vitték a kórházba. Ugye ennek az volt ezt minden kutyásnak, akinek gyereke lesz, százszor elmondjuk, hogy a kutyának be kell a babát mutatni. Tehát meg kell neki mutatni, meg hagyni kell, hogy a lábát megnyalja, és a kutya féltékeny lesz. És akkor az első napokban éreztetni kell vele, hogy ő most nem került valami a rangsor legaljára, és ő részt vehet ebben, tehát hogy mikor fürdetés van, oda kell hívni, nézni, esetleg ha jól nevelt kutya, akkor oda hozhat különböző dolgokat, és segíthet a baba körüli műveletekben, és akkor abszolút semmi probléma nem lesz, ez 2-3 nap alatt megszokja, hogy itt az új jövővény, és amikor a jövővény elkezd mászni, akkor mindent csinálhat a kutyával. A fülét tépheti, bemutatja a kezét a torkába. Volt egy barátom, akinél a kisfiú, aki talán másfél éves volt, éppen kezdett, még nem tudott járni, de 4-2 láb szaladgálni, és egyszer mentünk, és hallottunk, keserves nyöszörgést hallottunk, és hát kiderült, hogy a kisfiú a kutya nyelvecskéjét próbálja kihúzni, amit az a szerencsétlen tűr, de már fáj neki, és nyöszörög, de véletlenül se haragta meg. Tehát, de ez azon múlik, hogy elfogadtassuk és ezt a helyzetet, és éreztessük vele, hogy ő továbbra is a mi szeretett családtagunk. Professzor úr, tett már utalást arra, hogy több kutyájuk is volt. Hát kérdezem meg, hogy ennek a tudománynak nyilvánvaló, hogy megvan a maga módszertana. Hogyan végzik a kutatásokat? Tehát nyilvánvaló, hogy adta magát a helyzet, hogy a saját kutyáikat is vizsgálta, tanulmányozta, hogy egyszerűen csak követte azt, hogy ők hogyan élnek az önök környezetében, illetve ezeknek az állatoknak a különböző etológiai tulajdonságait kutatóintézetekben, laboratóriumban, vagy milyen körülmények között vizsgálták? Hát nekünk szerencsénk volt, mert volt egy teljesen sikertelen próbálkozásunk a kutya kísérletekkel. Most nem akarom nagyon részletesen elmesélni, mert nagyon sok érdektelen részlete van. Lényeg az, hogy Gödön, ahol volt a tanszék elődje, egy magatartás kutató laboratórium, egyszerre csak lett vagy 30 kutya egy nagy csapat, és vártunk arra, hogy majd jön oda egy kutyakutató pszichológus, akivel mi majd együttműködünk, mi etológiát csinálunk, ő meg pszichológiát, aztán ebből nem lett semmi, és ott maradt a nyakunkon a 30 kutya, és hát akkor kezdjünk velük valamit csinálni, és akkor mi még csak a halakhoz értettünk, és egyáltalán a etológiát is, ez valamikor 75-76 fele lehet, tehát az etológiát is akkor tanultuk, és hát én azt gondoltam, hogy egy nagyon egyszerű kísérletet csináljunk, ugye jóban voltunk a 30 kutyával, időnként vittük őket a Dunapartra, ez a Gödön biológiai állomáson nagyon remek élet volt, vittük őket sétálni, és hát ott szaladgáltak. Legyen az a kísérlet, hogy vizsgáljuk meg, hogy a kutyák hány ember-tárgy kapcsolatot tudnak megjegyezni. Tehát jöjjön 20 ember, mindegyiknek legyen egy apró tárgya, labda, dugó, bármi, és ezt ugye szorongassák, fogják, mutassák meg a kutyáknak, és aztán vizsgáljuk azt, hogy a kutyák ki tudják-e választani az emberhez illeszteni az adott tárgyat. És az úgy történt, hogy volt egy ilyen fa palánk,
amögé raktuk a tárgyakat, csak egyenként jöttek az emberek, egyenként hozták a kutyákat, és akkor az ember kérte, hogy az ő tárgyát hozzák oda, és akkor majd ki fog derülni, hogy hány ilyen kapcsolatot tudnak megjegyezni. És hát elkezdtük, és ugye a negyedik, ötödik nap a kollégáim, ugye ez egy nagy kísérlet, 30 kutya, 20 ember, minden nap 5-6 kutyát lehet igazából csak kipróbálni, sokáig tart. És jöttek egy 4-5 nap múlva, hogy nem érdemes csinálni, mert össze-vissza hozzák. Van, akinek hozzák, van, akinek nem, hagyjuk abba az egészet. És akkor én mondtam, hogy ugye tudományos kísérlet az általában nem az abbahagyásról szól. Lehet, hogy rosszul terveztük, akkor majd kiderül a végén, hogy miért, és akkor majd együtt keselgünk, hogy miért nem voltunk okosabbak, de ahogy előre meg volt tervezve, úgy tessék befejezni, itt mese nincsen. És akkor szomorú pofával elmentek, és végig csinálták. És hát tényleg az adatok teljesen össze-vissza képet mutattak, volt akinek hozták, volt akinek nem. Ja, hát ugye ilyenkor az ember töri a fejét, hogy hát ha mégis van valami összefüggés az adatok között, és ottan többen nézegettük, vagy 3 napig, amíg végre egyszer rájöttünk, hogy mi az összefüggés. Ugye volt, azt hiszem, 4 hölgy, aki részt vett a kísérletben, és nekik minden alkalommal minden kutya a saját tárgyukat hozta. És rájöttünk, hogy ez a 4 hölgy abban különbözik a többi résztvevőtől, hogy imádják a kutyákat. Tehát egy kutya bolondok. Akkor volt azt hiszem 4 vagy 5 fiú, férfi, akiknek minden alkalommal hoztak tárgyat, de egyetlen egyszer sem a sajátját. Ezekre az volt jellemző, hogy én állandóan veszekedtem velük, hogy egy kicsit gorombán bánnak a kutyákkal, ami nem azt jelenti, hogy verték őket, hanem oldalba rúgták, ami ugye 30 kutyát megetetni, az azért egy feladat. Tehát ilyen helyzetekben erélyesen, határozottan, lábbal, kézzel irányították a kutyákat, és ők mindig kaptak egy tárgyat, de sohasem a sajátjukat. És akkor a legkülönösebb az volt egy Gyuri nevű technikusunk, aki imádta az állatokat, és az a különös dolog derült ki a jegyzőkönyvekből, ugye én nem voltam végig ott, hogy a Gyuri tárgyát az első 2 nap hozták, semmi probléma nem volt, talán 3 nap is volt, és attól kezdve a nagy kutyák nem indultak el, a nagy testű kutyák, hanem elfordították a fejüket. A kicsik pedig felkapták az ő tárgyát, de nem odahozták, hanem elrohantak és valahol eldobták. És akkor én mondtam, hogy ilyen nincsen, hogy eldobták, mert ne hülyéskedjetek. És akkor ugye raportra mindenki pontosan meséljék el, hogy mi történt és hogy volt, mert ilyen gyerekek csinálnak, de kutyák nem. És akkor kiderült a következő, hogy ez a Gyuri a 3. napon valamelyik nagyobb kutya lábára véletlenül rálépett, és a kutya megharapta. Mert hát rálépett és oda kapott, nem kellett orvoshoz vinni, de hát látszott a nyoma, és attól kezdve ő félt a kutyáktól, és izzadva és egy kicsit reszketve csinálta végig a kísérleteket. És az én idióta beosztottaim nem mondták, hogy ja, baj van, akkor téged kizárunk a kísérletből, hanem minden nap behívták és tovább csinálták. És akkor az történt, hogy a nagy kutyák nem álltak többet vele szóba, elfordították a fejüket, és nem mentek el, a kicsik azok meg eldobták a tárgyat, hogy ezzel büntessék, és hát ugye ez teljesen érthető utólag, hogy ő a rangsor legaljára került, amiatt, hogy megharapta egy nagy kutya, és izzad és reszketve jön, és fél tőlük.
Hát akitől, aki fél, az a rangsor aljára kerül, és azt a nagyok nem törődnek vele, nem állnak vele szóba, a kicsik meg azzal büntetik, hogy eldobják az ő tárgyát. Ugye ebből a, én itt ezt abba hagytam, az egész kutya kísérletet akkor, mert az én számomra ez azt jelentette, hogy ezek nem állatok. Mert ilyet egy zebra nem csinál, vagy egy kecske. Hogy jön ahhoz egy kutya, hogy megbüntesse azt, aki fél, vagy egyáltalán szóval ehhez én nem tudok eleget. És ez akkor tökéletesen úgy is volt. Úgyhogy egy hónap alatt az összes kutyának szereztünk gazdát, egyet kivéve, aki ott maradt, és elajándékoztuk őket, és én leállítottam az egészet azzal, hogy egyrészt ez pszichológia, és én nem pszichológus vagyok, és egyáltalán nem tudok annyit, ami ahhoz kellene, hogy ezzel dolgozunk tovább. És a következő az, hogy ha valaha egyszer kutyával dolgozunk, az, hogy 30 kutya egy falkába együtt legyen, és mindenkivel kapcsolatba kerüljenek, aki ott dolgozik, és egyikre haragszanak, a másikra nem, az, hát, azzal nem lehet tudományos kísérleteket végezni. Ugye volt egy apró afférem, egyszer vittem a 30 kutyát a Dunapartra, az azt jelentette, hogy két utcával lejjebb kellett menni a tanszék, a Gödi biológiai állomásra, a Dunaparttól följebb van két utcával, és a kutyák rohantak előre, mind a 30-an, befordultak, és valami velődrázó férfi sikolyt hallottam, ami, hát te jó Isten, ezek megöltek valakit, és rohanok oda, és egy fiatal pár, és körbevéve a 30 kutyával, akik vicsorogtak, és láthatóan támadás előtti állapotban voltak. Persze akkor én elrugdaltam őket, bocsánatot kértem, mondtam, mit csináltak? Ők nem csináltak semmit. Ezt én azóta is tudom, hogy ez biztos nem igaz, biztos a fiú meg akarta védeni a lányt, és valami agresszív dolgot csinált, és akkor a kutyák természetesen támadó állásba helyezkedtek. Jó, bocsánat, elnézést, lemegyünk a Dunapartra, és ott sétálok velük, és egyszer csak jó messze, vagy 300 méter egy kis, 10 éves kisfiú lejött a Dunapartra. És a kutyák mind meglódultak, és rohantak a kisfiúhoz, és én meg utánuk is üvöltözök. Most mi lesz, ugye az előbb majd megettek egy házaspárt, akkor mi lesz ezzel a kisfiúval? És amikor végre odaérek, a kisfiú guggolt, és így körülötte a 30 kutya, és mindegyiket igyekezett simogatni, a kutyák megnyalogatták. Úgyhogy, hát ilyenek a kutyák. Professzorról beszéltünk, említettük a saját kutyáit is, és eléggé elhúzódott az idő, hihetetlenül szalad. Hál' Istennek, hogy beszéljük azért, ha már könyvtárban vagyunk, az a legaktuálisabb dolgokról is, hogy ugyan az elmúlt években kiegészítve, vagy a saját kedvét, örömét leve ebben az elfoglaltságban szép irodalmi műveket is, novellákat is kezdett el írni, könyveket, és ezeknek is jó részt azért kutyás témájával. Miért döntött úgy, hogy foglalkozik szép irodalommal is? Egy kutyás témájú van közöttünk, 9 regény, illetve novellás kötet jelent meg, és abból egy, ami kutyák, de az is a tudományról szól, csak az a neve, hogy a beszélő kutya. Tehát nem kutyákról szólnak ezek a könyvek. Ez szép irodalom, és az az oka, hogy ugye az ember, amikor nyugdíjba megy, akkor mégis nem a temetőbe igyekszik, hanem vagy ott marad az általa nevelt fiatal emberek nyakán, és tönkreteszi az életüket azzal, hogy mindenbe beleszól, vagy keres magának valami más elfoglaltságot. És hát én világéletemben írtam tudományos vagy népszerű cikkeket, könyveket, és én azt gondoltam, hogy hát ha tudok írni szép irodalmat is. És ugye az, hogy az ember tud vagy nem, az nem azon múlik, hogy mostan valamilyen
itt élő szék ezt megszavazza neki, hanem azon, hogy elfogynak a könyvek, vagy nem. És hát 2-3 ezer példányban évente ezek elfogytak, úgyhogy én most már 2005-ben jelent meg azt mondom az első, úgyhogy 7 éve minden évben írok egy könyvet. Hát. És ezeknek sikere van, hál' Istennek? Úgy tűnik. Mik a tervek, professzor úr? Mi az, ami van-e valamilyen új könyv esetleg, vagy lehet-e valamire számítani? Most maga fog csodálkozni, leginkább ebben a társaságban. Avilai Szent Terézről szól a következő könyvem, ami jövő könyvnapra fog megjelenni. Hát nagyon érdekes, valóban megjelentett, köszönöm szépen. Hadd kérdezem meg, hogy van-e esetleg olyan itt a közönségben, aki szeretne a professzor úrtól kérdezni? Tessék, hagyom. A harci kutyák kitenyésztése, az nem egy nagyon rossz indulatú dolog a kutyákkal szemben? De igen, hát az annak idején ugye ezekben nagy pénz volt, és fogadásokat kötöttek, és egy nagy gödörbe tették a két kiszemelt kutyát, ugyanúgy, ahogy a harci kakasok, hát a kutyák is keményen verekedtek egymásért, és ugye a harci kutya az a gazdáját nagyon szereti, és nagyon kedves hozzá, és világét sem harapja meg, de a tenyésztés ugye generációi során a inger küszöbe a külső sérelmekre jelentősen lecsökkent. Tehát ugye az a baj velük, hogy ha egy gyerek, vagy akár egy felnőtt, akit nyilván maguktól nem támadnak meg csak azért, mert arra megy, vagy ott van, de ha véletlenül rálép, vagy valami olyat csinál, ami nekik kellemetlen, akkor harapnak. Nem azért, mert rossz indulatúak, hanem azért, mert alacsony ez az inger küszöb. Tehát ugye eleve nem szabadna őket tovább tenyészteni, és sok mindent nem kéne velük csinálni, de hát ilyen a társadalom, nem tudunk rajta nagyon változtatni. Egyszer fölhívott egy úr telefonon, hogy van egy, de nem az úr hívott fel, bocsánat, a lánya. Egy házaspár, akik van egy 3 éves kislányuk, és a nagyapa, akivel együtt élnek, az akart nagyon egy kutyát, ők beleegyeztek, és elment a kutyamenhelyre nagyon helyesen, és hát mivel jött haza, ugye egy pitbullal. Azt találta, hogy az olyan nagyon egyedül érezte magát, hát nyilván, mert a többi kutyával nem lehetett összezárni, ezért a szerencsétlen külön volt, mert megette volna őket, és a nagyapának megesett a szíve rajta, és hazavitte, és hát nagyon kedves, de hogy most ő féltse a 3 éves kislányát, vagy ne, hát áldja meg a jó Isten, hát nagyon féltse, hát most véletlenül ráugrik a gyerek, mert lecsúszik az asztalról, vagy az ágyról, vagy valami ilyesmi, és a kutya biztos, hogy nagyon kedves, és nagyon szereti a gyerekeket, de ilyen esetben, amikor avval a hihetetlen erős izmú állkapcsával odakap, attól eltörhet a gyerek keze vagy a lába. Tehát ilyet normális ember nem tart egy pitbullt gyerek mellett. Tessék, parancsolj! Ezúttal én kérdeznék valamit, még gondoltam rá csak, ahogy ennyi szó esett az állatokról. Én nagyon szerettem Fekete István könyveit. Nagyon sok állatos könyve van, professzor úr nyilván ismeri a Bogáncsát, a Bukra, stb. Etológus szemmel, tehát tudós szemmel mennyire, hogy mondjam, hitelesek? Abszolút hitelesek. Nagyon örülök neki. Igen. Már megvan. Hogy jött el a kutyák és egy ilyen misztikus
Egy kicsit félrevezető volt, én már nem írok a kutyákról. Ez az utolsó könyv, ami mégis a kutyákról szól, ez a Bukfenc és Jarmus könyvemnek egy átdolgozott kiadása, de ez a 7 éve, amióta én szépirodalmat írok, ez nem a kutyákról szól, hanem az emberekről. És egy olyan 2 éve hallottam először a Avilai Szent Terézről, aki egy ilyen nagyon kemény, nagyon ügyes és kiváló hölgynek tűnt előttem. És aztán elkezdtem olvasni könyveket. Kiderült, hogy egy nagyon nagy irodalma van az ő életének. Ugye van egy egyházi irodalom, ahol természetesen úgy van leírva, hogy egy szentet le kell írni, de hát az, hogy konkrétan, pontosan hogyan volt, az annak mostanában járnak utána, mert ugye a spanyol inkvizíció könyvtárában most már be lehet tekinteni, ki lehet könyörögni különböző szerzetes rendektől leveleket, iratokat, és akkor ebből egy ilyen, hogy is mondjam, reális kép alakul ki, hogy ő hogyan lett olyan, amilyen. Ez nem teljesen esik egybe azzal, amit eddig gondoltak róla, tehát nem tudom én, 1967-ben derült ki, hogy fél zsidó volt, amit hát addig ugye nem különös tudták, csak nem gondolták, hogy ez olyan fontos dolog. De az, hogy megértsük, hogy miért vált olyanná, ebben ennek nagyon nagy szerepe volt. Tehát ugye a Spanyolország az ő élete során szilárdult meg Spanyolország, akkor lett Európa, igazából Európa, és ugye az arabokat kiszorították Spanyolországból. Nagyon sok kín, kegyetlenség kísérte ezt a dolgot. A zsidókat próbálták, és részben ki is telepítették Spanyolországból. Aki kikeresztelkedett, azokat ugye beengedték a társadalomba, de aztán elkezdtek rájuk gyanakodni, hogy esetleg mégis másképp gondolkodnak, ez is sok konfliktust okozott, és hát változott a, hogy is mondjam, a valláshoz való viszony. Ugye ezekben az években, meg a koraiakban is az egyház főleg a rítusok megfelelő elvégzésére helyezte a hangsúlyt, tehát azt, hogy imádkozzunk hangosan templomba meghatározott napokon, időben, és hát akiről lehet tudni, hogy követi a egyház utasításait, hát az tekinthető vallásos embernek. És ebben az időben Európában elindult egy olyan nézett mozgalom, amelyik azt mondta, hogy az Istennel lehet közvetlen kapcsolatot is létesíteni. Tehát nem csak rítusokon egy ima mormolással kerülhetek kapcsolatba az Istennel, hanem gondolhatok közvetlenül rá, és elképzelhetek jeleneteket a Szentírásból, és valamilyen közvetlen, nem ilyen szertartásokon alapuló kapcsolatom is lehet. És hát ez nagyon sok embernek tetszett. Spanyolországban is, az udvarban ez a modern ájtatosságnak nevezett dolog, ez bekerült. Aztán később úgy gondolták, hogy ez mégse jó, mert akkor majd mindenki össze-vissza fogja gyakorolni a vallást, és ez az egyháznak nem tetszett, de ebből is sok konfliktus volt. Ő ennek volt a híve, tehát ő nagyon részletesen kidolgozta azt, hogy egy kis közösség, nem 200 nővér, hanem csak 12, mint a hány apostol van, egy kis zárdába a világtól tényleg elkülönítve, hogyan
tud élni, és hát ez nem mindenkinek tetszett. Voltak, akik segítették, a király második Fülöp segítette, a pápa is segítette, de egy csomóan ellene voltak, mert akkoriban, legalábbis Spanyolországban ezek a nagy kolostorok részben ilyen szociális, hogy is mondjam, megőrzőként működtek. Tehát az ilyen középosztálybeli családoknak nem volt feltétlenül annyi pénze, hogy minden lányhoz nagy hozományt adjanak. Azért egyet kiválasztottak, rendszerint a legelsőt, azt el lehet látni, és a másik kettő, hát menjen zárdába, mert azt vagy nem kellett fizetni, vagy sokkal kevesebbet kellett fizetni, mint amennyibe a hozomány került volna, így akkor jó helyen van, törődnek vele, ellátják, a vallásában se lesz semmi probléma. De nyilván, hogy ahol 200 fiatal hölgy van, hát pletykálnak, összevesznek, csoportokba oszlanak, mindenféle történik. Ugye ez nem mindenki azért került oda, mert elhivatottságot érzett. És nyilván volt közöttük, aki igen, de azt megzavarta az, hogy itt ez a sok lány is állandóan mindenről fecsegnek, ahelyett, hogy azzal törődnének, hogy hogyan kerülhetnek közelebb az Istenhez. Tehát rengeteg ilyen probléma volt, és ebbe a világba született Terész, aki úgy gondolta, és erről szól az élete, hogy igenis közelebb lehet kerülni az Istenhez, és ennek megvan a maga útja, módja, és ő 17 kolostort szervezett férfiaknak, nőknek, akik ilyen módon tudnak élni. És ez, tehát ugye a nőket akkoriban alkalmatlannak tartották mind a teológiára, a politikára, egyáltalán mindenre. Lehetőleg ne is tanuljanak meg olvasni. Spanyolországban a Bibliát le se fordították spanyolra előtte, mert úgy gondolták, hogy csak megzavarja az emberek fejét. Az latinul a papok tudják, hogy hogyan van, és majd ők elmagyarázzák. És akkor ugye Teréz, hát egy nagyon értelmes, olvasott nő volt, aki úgy gondolta, hogy egy nőnek is lehetnek elfogadható értelmes gondolatai, és ezekről ugye részben úgy írta meg, hogy azért ne ütközzön a egyház előírásaiba, de hát azért úgy lehet sejteni, hogy tulajdonképpen hogyan gondolta. Úgyhogy ez egy nagyon összetett, nagyon erős személyiség volt, aki nagyon szófogadó volt ugyanakkor az egyházi előírásokkal szemben, és hát 67 évig élt, és nagyon érdekes története van, és én erről írtam. Van-e még kérdés, esetleg parancsolok? Hát amennyiben nincsen, akkor professzor, engedjenek, hogy megköszönjem. Én is köszönöm, hogy ilyen sokan jöttek. És köszönjük szépen, hogy megosztottam ezeket a gondolatait. Minden jót kívánok!